A Balmazújvárosi stadionban először rendeznek NB1-es meccset. A hazai Balmaz Kamilla ellenfele a Vasas az OTP Bank Liga második fordulójában. A múlt héten a Videoton otthonából elcsend pont meghozta a balmazújvárosiak kedvét az élvonalhoz. A szurkolók egyenesen természetesnek veszik, hogy a Vasast ma megveri majd a hazai együttes. A játékosok azért már óvatosabban fogalmaznak. Ami a Vasast illeti, nincs könnyű helyzetben Mihály Lőnink, hiszen 4 sérültje van Berezs Zsombor Királyboton mellé, Vid Benes és Ján Simunek is feliratkozott a sérültek listájára, így aztán ők kimaradnak, de egyébként is van változás. 3-4-3-as felállás mellesnek a Vasastnál, Pavlov és Szivacski kimaradt, Gál Bálint és Ádám Martin kezd a helyükön. Ami a hazaiakat illeti, a Balmazújváros ilyen szempontból szerencsés helyzetben van, hiszen sem sérültje, sem eltiltottja nincs Horváth Ferencnek, így ugyanaz a kezdőcsapat lép majd pályára, amelyik a Videoton ellen ugye pontot szerzett. 4-4-2 a taktikai hadrend, és hát mindenki arra számít, hogy ez bejön majd ma is. Vaskó ível, és nagyszerűen látja meg Murkát a jobb oldalon. Uzoma mellett meghúzza, aztán jön a beadás Murkától, Remili érkezik, és vezet a Vasas. Az 5. perc elején egy egészen egyszerű 2-3 húzásból felépített támadást követően Remili fejes góljával megszerzi a vendégegyüttes a vezetést. Ballábbal ível Murka át a hosszúra, Habovda helyezkedik rosszul, és okosan visszafelé bólintja a kapus mozgásával ellentétes irányba Remili Mohamed. Nem volt erős fejes, de nagyon helyezett, még talán a kapufát is érte. 22. perc, Vasas szabadrúgás, Ádám át a hosszúra, megint ott a fejes mellé. Vaskó. Végül megszerzi a labdát a Balmaz, Zsiga rögtön indít is. Vajdának nagyszerűen, és középen érkezik Andrics. Ott a beadás, Andrics nem találta el jól. Kiváló mélységi indítás, és a beadás sem volt rossz Vajdától. Andrics, ha nem ér hozzá, még lehet az lett volna az igazi, hiszen jött a hosszunk Kovács. Túloldalról Vajda végzi el majd a szögletet. Az utolsó perc az első fél időben. Kamenár rosszul ér hozzá, üres kapu, kapufa, és mindig ott van mellé. Kovács Ádám nem tudta az üres kapuba fejelni hirtelen. Pont oda öklözi neki, csak be kellett volna bólintani az üres kapuba. Azt a mindenit. Körülbelül 10 centi hiányzott, hogy befelé pattanjon már a labda. Haris, Zsiga, Kovácssal, Kovács veszi át nagyszerűen. Kovács még, lassan lövő helyzet, Kovács lő, Kamenár véd óriási. Gyönyörű mozdulás. Ahogy lefordult, ahogy megtolta és ahogy ellőtte, minden rendben volt, csak éppen ott volt még Lubos Kamenár a végén. Sigér. Rus Adrián, Habovda már a jobb oldalon üresen, jön is a labda felé, van előtte terület, el is indul vele, Gyuri Habovda. Jön a bepassz, Kovács veszi át, Vajda átveszi, és egy óriási lövés után mekkorát védett Kamenár megint. Itt van még egyszer Vajda lövése. Nem ment eléggé sarokra egyébként. Most ott is a fejes, de mellé megy. Felugrott itt a fél elátó mellettem. Mindenki úgy látta, hogy bepottyant a labda. Minden esetre ez is lehetőség volt. Itt van a csúsztatás.